hallottátok többször, hogy szóba került a pletyka kifejezés, börtön pletyka formájában. Úgyhogy most egy picit górcső alá veszük ezt a jelenséget, úgyhogy rögtön szólítom Svetelszki Zsuzsát, második előadónkat, aki szociálpszichológus, hálózatkutató, pletykológus, és ő fog nektek erről beszélni. Köszönöm szépen a meghívást. Ez az előadás sem kapcsolódik sehogy a büntetés végrehajtáshoz, bár a PTK 270. paragrafusa foglalkozik azzal, hogyha valakinek rossz hírét kelti, ez azonban a rágalom maga, és nagy mértékben eltér a pletykától. Ahogy hallottuk Frigoker előadásában, nagyon gyorsan ott terem a média olyan eseményeknél, amik érdeklődésre keltenek számot. Most megkérdezném azt, hogy ki emlékszik a körülbelül tavaly őszi földrengésre? Volt egy pici földrengés. Emlékszik valaki? Én ebben a konyhában ültem, bevallom őszintén, hogy előtte nyitva volt a számítógép és a Facebook. És egy picit meghullázott a konyhapadló, és abban a pillanatban megjelent egy barátnőjén falán, hogy mi volt ez földrengés. A hivatalos közlemény pontosan 2 óra 15 perc múlva jelent meg. Ez azt jelenti, hogy elérkeztünk a zero latency korszakában, és itt a híráramlást nem azok a fentről irányított struktúrák fogják befolyásolni 7 milliárd ember között, és az azonnali átadást segítő infokommunikációs eszközök között, amelyek hagyományosan eddig erre az elmúlt 500, illetve 6000 évben predesztinálva voltak, hanem mi magunk lehetünk ennek a hordozói. De ez sem új keletű jelenség, mert például amikor Petőfi Sándor egy igazán jó verset megírt, egy olyan dallamosat, az érdekes módon egy-két nap múlva már Erdélyben is énekelték, anélkül, hogy ehhez kellett volna rádió vagy e-mail. Vagy amikor Luthert elfogták, akkor 2 nap múlva szomorkodtak a barátai, hogy hogy fog szegény megszabadulni. Vagy amikor körözést adtak ki Julius Cézár ellen, akkor ugyancsak 3 napon belül elfogták, és nem volt se fotó, se fantomkép. Tehát bízhatunk abban, hogy vannak olyan hagyományos, klasszikus, hogy azt mondjam ősi, leginkább azt mondanám, evolúciós, önszerveződő struktúráink, amelyek arra figyelmeztetnek bennünket, hogy bizonyos hírek terjedésére mindannyiunknak szüksége van, mindannyiunkat érint. Még egy adatot tennék hozzá, 1997-ben, szerintem a jelenlevők nagy része nem emlékszik erre, volt a postabank botrány február végén, ami szerdán csütörtökön kezdődött, pénteken egykor reagált a média. Az emberek addig a sorokat látták. A bankpánik az egy nagyon látványos dolog volt, ma már az internetes utalás korában ez nem így van. Álltak a sorok, és aki arra állt, az beállt a sorba, biztos, ami biztos, nem lehet tudni, mi következik. Pontosan másfél nap múlva reagált a média, hozzáteszem, hogy csillapító hatással, ez tehát a jó hír. Rossz hír pedig nincs szerintem, mert nem véletlen, hogy tavasszal egy kisbabát Egyiptomban Facebooknak neveztek el. Ez egyáltalán nem véletlen. Ennek az az oka, hogy tisztában van azzal a sokaság, ami először a világtörténelemben csoportok között, 40-50 ezer fős, több tízezer fős csoportok között tudott önszerveződő módon kommunikációt létrehozni, hogy saját médiánk van. És ez egy nagyon furcsa dolog, de ígértem egy 500 évvel ezelőtt és egy 6000 évvel ezelőtti visszatekintést, ugyanis arról van szó, hogy félre van fordítva ez a szó, amikor egy fél évvel ezelőtt megjelent az Indexen egy hír, hogy betiltották Kínában a pletykát. Elolvastam az eredeti angol cikket, és a rumor volt említve, ami a rémhírről szól. Ez azért fontos, mert minden szent írás tiltja a pletykát, a Biblia, a Tórák, a Talmud, a Bédák, szépen így lehetne sorolni. Jézus azt mondja, hogy nem az fertez meg benneteket, ami a szájatokon bemegy, hanem ami a szájatokon kijön. Nagyon pontosan. Ebben azért bele kell gondolnunk, mert abban az időben, 6000 éve, amikor megszületett az írásbeliség és ez a tiltás sorozat, azért arról is csak pletykából lehetett értesülni, hogy farkas jár a két falu között. Még egy fontos fordulatról van szó, amikor megjelent a könyvnyomtatás és terjedni kezdett, akkor ami nyomtatva volt, az volt az igazság, és az ennek ellenkezőjét definiálták pletykaként, ez onnan kezdve károgó vénasszonyok fecsegésévé silányult. A következő nagyon-nagyon fontos pont ebben a történetben, és ezzel nagyon-nagyon rövidre zárnám az evolúciót, a média megjelenésével, a televízióval és a rádióval azt hihettük, hogy a tömegkommunikációk eszközök is pletykát közvetítenek felénk. Ez nem így van.
amikor azt halljuk, hogy Demi Moore és Bruce Willis elváltak, akkor az nem pletyka, egyébként egy idő után hírré vált, hanem valójában hír, azért figyelünk rá pletykaként, mert nagyon hasonlít az emberek életének az általános jelenségeire. Tehát nem annyira fontos ez a tévé és a rádió, mint gondolnánk, sokkal fontosabb az, ami a 20. század végén, a 21. század elején történt, nevezetesen egyfelől a hálózattudat kialakulása, másfelől pedig az, hogy a Web2 segítségével megindult egy olyan új médiának a létrejötte, ami nagyon hasonlít egy több tízezer évvel ezelőtti pillanathoz, amikor megszületett a pletyka. Ez a pleisztocén tisztásain történt, és Robin Dunbar írja le egy fantasztikus könyvben ennek a történetét. Úgy esett, hogy a jobbak lettek az eszközeink, jobb volt az információ átadásunk, ezért szaporodtunk, ez ilyen egyszerű egyébként, tehát több ember marad életben, hogyha jobbak a körülmények. Na most 150 főig látjuk hát egymást a tisztáson, és amikor ez a 150 ember elment együtt valahova, aztán máshova, és egy harmadik helyre, akkor mindenki tudta, hogy mindenki más mit csinál. Viszont amikor 240-en lettek, és 50 ment fel vadászni, és 30 gyűjtögetni, akkor fontos volt tudni, hogy ki potyázik a barlangban, a partfogó tigrisnél, aztán este a legjobb falatot akarja, aztán nem a partfogó tigrisből, de ebben nem vagyok egészen biztos. Illetve ki az, aki a leghősiesebb, legerősebb, mert tudni kell, hogy az én genetikai hagyatékomhoz kit válasszak. Tehát ez a létfenntartás és a fajfenntartás szempontjából rettenetesen fontos szempont volt, és megszületett az információ átadásnak ez a módja. Jerome H. Barkó, amerikai evolúciós pszichológus magyarázza meg ennek nagyon egyszerűen a gyökerét. Az a fontos máig számunkra, akinek az arcát látjuk, akinek a hangját halljuk, ezért fontosabb egyébként a Szabó család is, meg a nem tudom milyen sorozat is. A Szabó családon nem rezonált senki. Mert sokat látjuk és halljuk ezeket az arcokat és a hangokat, és tudat alatt vésődnek be fontos személyekként az életünkben. Ezzel tehát nem tudunk mit kezdeni, mint ahogy hiába tudjuk azt, hogy a hír nem mindig igaz, mégis valamiért úgy reagálunk a hírekre, mintha az egy állítás lenne, és a bizonyos más típusú információkat pedig pletykaként minősítünk. Magyarul mindenből azt szeretném összefoglalni, hogy jelentésmódosulás történt kétszer is. Egyrészt a nyomtatás elterjedésekor, másrészt pedig a 21. században. Serena van der Bussen nem képes emlékszőzzel távozni. Mivel meg akarta tudni rólam az igazat, én is elmondom az igazat. Mindenkiről. Minden pletyka bombát, amit tudok, felrobbantok, és ha ez probléma, Serenával beszéljétek meg. Tudjátok, miért tűnt el Miss Kerr? Ben Humphrey-ne feküdt fel az iskolai színi előadás alatt. És a szikrák Humphrey húga és Nate között a fotózás után robbantak. Még jó, hogy a csókig jutottak, különben más is csókra kerül, a kercsőtárgoltál. Na és Blair Waldorf, egy szó, nagybácsi, a dolog a Bess családban maradt új évkor, de azt is suttogják, hogy csak elidőzött Brooklynban, persze csak képletesen. Letekükkel van egy szával. Serena van der Bussen, mindez miattad van. Tehát a mobiltelefonnal és a Web2 megjelenésével újra születik a pleisztocén tisztásainak egyidejűsége és az egyterűsége, vagy legalábbis ennek az érzete a percepciója. Azt gondolhatjuk, hogy bármikor bárkit elérhetünk, és bármikor bárkiről bármit megtudhatunk, legalábbis a saját társas köreinken belül. Igaz, hogy még ma is nagyon intenzíven él a pletykával kapcsolatos társadalmi megítélés, azonban, és én nem szeretném itt a pletyka istenítésével rabolni az időt, Csermely Péter hálózatkutatónak a Rejtett Hálózatok Ereje című könyvében szépen le van vezetve több különböző társadalmi helyzetben is, hogy a pletyka hiánya hogyan generált sokkal veszélyesebb társadalmi konfliktusokat. Magyarul itt egy olyan csoporteszközről, önszerveződő eszközről van szó, amivel a csoport saját fennmaradását szolgálja, mégpedig multifunkcionálisan, mert ennek egyszerre van egy rekreációs jellege, egy szerep jellege, egy kapcsolaterősítő jellege,
alacsony az igazság tartalma, mert tűnhet fel a kérdés. Hát ez azért nehéz eldönteni, mert a hírekkel kapcsolatban is az a helyzet. Az én kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amikor a 2002-es árvíz idején a sziget közben megéltem, kikötve Cikola szigetén, és ott nézve a linoleum padlójú kocsmában a híreket, hogy bemondták ott akkor a televízióban, hogy Cikola szigetét elöntötte a víz, és én vagyok olyan rendes állampolgár, hogy lenéztem a linoleumra, hogy mi a helyzet. De hát valószínűleg egy riporter elírhatott egy tulajdonnevet, egy helységnevet, mert ahhoz se gazdasági, se politikai érdek nem fűződik, hogy a meteorológiával kapcsolatos híreket is meghamisítsák. Ez tehát egy irreleváns kérdés. Értékváltó jelenségnek tekinthetjük, ha rólam terjed el, hogy rossz a helyesírásom, egyébként nem rossz, mert van egy magyar tanári diplomám is, akkor ez a csoportomnak lehet jó, hogy velem ne velem írassák mondjuk a munkahelyen az üzleti leveleket, viszont ha tényleg rossz, akkor esetleg más fogja majd végezni ezt a tevékenységet. Bízhatunk abban, hogy nem vagyunk hülyék. Tehát előbb-utóbb lesz valaki, aki kimondja, hogy a király mesztelen, nem kell várnunk egy föntről irányított igazságra, mert a közösség tapasztalata összerakja azt a képet, ami a legközelebb áll az igazsághoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos forrás és erő, és a hálózatokhoz kapcsolódik, ahhoz az új jelenséghez, amit ma hálózattudatnak nevezhetünk. Egyébként a pletyka szó, ami nem a rumor, hanem a gossip, is a hálózatokhoz kapcsolódik. A gossip az a God plus Sib szavakból áll össze. A God azt jelenti, hogy Isten, a Sib az to akin to relate kapcsolódni. A gossip az a személy volt, aki a gyermeket a neutrális családból kivezette a perpugyba, mert annak idején sógor, koma, inas együtt él. És ez a szerep nagyon meghatározó volt, a 150-es szám, ez a bűvös szám, amit említettem. Egyébként Dunbar szerint kapcsolatban van az agykéreggel is, mert pontosan ennyi emberről tudunk tárolni információkat, és fontos is ahhoz, hogy túlélhessünk, hiszen csak így tudhatjuk meg, hogy valójában mi van a társainkban, márpedig az ember számára az a legfontosabb, hogy mi van a társaival. Hogy tudjuk, hogy mi a pletyka, ehhez definiálni kell. A definíció szerint ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés. És egy picit itt visszaérkezünk a terjedés evolúciójának a kérdéséhez. Tehát amikor Bécset ostromolják, és elterjed a hír, hogy több száz kilométerre arrébb egy Mária szobor könnyezni kezdett, erre vannak unalmas magyarázatok, hogy a festék elengedte magát a hű hatására, meg ilyesmi, de ez teljesen lényegtelen. A Bécset védők úgy érzékelték, hogy mellettük állnak az égiek is, és ez megsokszorozta az erejüket, vagy beszélhetnénk Pál apostol lépteinek mennyiségéről, amivel azt mondják, hogy 10 000 kilométert tett meg egy eszme terjesztésének az érdekében, és ez tényleg összehasonlíthatatlan azzal a másodperc töredékkel, ahogy ma meg tudjuk osztani a számukra fontos információkat az emberekkel, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos evolúciós lépés kellős közepén vagyunk. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy csak megfigyelni tudjuk, és csak megfigyelni érdemes és leírni, értékelni nem, legyen ez a következő generáció dolga. Már csak azért is, mert olyan új irányok figyelhetők meg ezzel kapcsolatban, az idősebbek exhibicionizmusnak nevezik azt a transzparenciát, ahogy például a Z vagy a még fiatal, Z generáció tagja vagy a még fiatalabb közzé tesz magáról valamit a közösségi oldalakon, aminek gyakran az a funkciója, mondjuk egyest kaptam nyelvtanból, hogy ne akar kacagó elhívni délután focizni, mert valószínűleg mérgesen fogok beleszólni a telefonba. Magyarul a csoportot informálom az állapotomról, hogy tudja mihez tartani magát. Most amíg nem volt meg ez a lehetőség, és ma sincs meg mindenkinek ez a lehetőség természetesen, tudtommal 1 milliárdan vannak a Facebookon, de 5 millió volt az ott lévő halottak száma már évekkel ezelőtt is, tehát ezt nem igazán tudjuk belőni. Addig szükség volt arra, hogy egymásnak adjuk át az információkat a többiekről.
És, mint mondtam, ennek rengeteg funkciója van a közösségen belül. Ma elsősorban a munkahelyeken belül fél éve jelent meg egyébként a Discipline Organizations című szakkönyv, a Holland Lea elvált tollából, ami megint csak arról szól, hogy mennyire erőteljes mértékben növekszik ennek a területnek az érdekeltsége, vagy a jelentősége. Ha egy picit visszagondolunk erre a filmre, ahol azért arról folyt a szó, hogy ki feküdt le kivel, akkor rágondolhatunk arra is, hogy mik a legfontosabb témák, és ezek nem úgy Kant óta, de az emlegetett tisztás óta sem nagyon változtak. A hatalom, a vagyon és a szex körül forog ez a dolog. Erről szól egy nagyon szép mítosz is egyébként, amely azt mondja, hogy amikor Arakné kihívta egy szövőversenyre Pallas Athénét, és nagyon jól tudott szőni egyébként Arakné, tehát jogos volt a feltételezés, hogy esetleg győztesként kerül ki ebből, de nagyon szépen megszökte Zeus árgyeleneteit, aki mégiscsak a papája volt Pallas Athénének, akkor őt Pallas Athéné rögtön póká változtatta mérgében, ami teljesen érthető reakció. Hát ez volt az első átfletyka nagyjából, amit feltételezhetünk egy sajátos médiumon keresztül. Minden esetre ez a három téma ma is meghatározó, nem csak a kis csoportos, de a nagyobb, akár a történelmet meghatározó eseményekben is. Aki igazán mondén irodalmat akar olvasni, annak javaslom Prokopiosz titkos történet című könyvét. Ezt a szerző azért írta, mert nem bírt magával, és valahogy ki kellett bocsátania magából azt, ami el volt folytva, ugyanis a főnöke Justinianus császár megbízta, hogy írja meg az ő dicsőítésének a művét, ez volt a háborúkról című, ahol dicsőíti is kellőképpen Justinianus, a titkos történetben viszont leírja, hogy Justinianus felesége, Teodóra császárné, kikkel folytat a lovászok az inasok közül szerelmi viszonyt, és ezt milyen orgiák formájában valósítja meg, ami egy igazán érdekes mű, de számos más történelmi eseménynél is megjelenik ez a búvó patak, ahol egészen más derül ki, mint amire számítottunk. Hogy miért pletykálunk, ez már egy sokkal érdekesebb kérdés. Nincs olyan közösség a Földön, Donald Ebrahim antropológus állapította meg több száz antropológus anyagainak az átfésülése kapcsán, nincs olyan közösség, ahol ne lenne pletyka. És hát nem tudunk olyan időszakról, amikor ne lett volna pletyka. Minden ember érintett a pletykába, vagy mondja, vagy hallgatja, vagy róla szól. Már csak az a kérdés, hogy miért van szükség a pletykára. A legfontosabb funkciója, hogy fenntartsa a hálózatot. Tehát a legélesebb percepció az a mi kis csoportunkban van. Az árpletykáról már meséltem. A generációs pletyka az körülbelül arról szól, hogy kinek van először kocsija, ki vált el utoljára, ki kezdett el először menstruálni, ki utazott először külföldre, kit rúgtak ki utoljára, tehát a sereghajtók az érdekesek, meg az úttörők, a középmező nem annyira, mert ehhez tartjuk magunkat. Tehát ez azért valahol egy vonatkoztatási csoport a számunkra, ami megmutatja egyrészt a vonatkoztatást, és még egy dolgot, a normákat. Tehát a pletyka az, ami a normákat folyamatosan újraírja, hát képzeljük el a mi világunkat, ha nem lett volna a pletyka, és azok szerint, a normák szerint élnénk, amelyeket a pletyka szép sorban az elmúlt évezredek alatt nem változtatott volna meg. Bizonyára mindenki evett már a teremben francia krémást, feltételezem. Az eleve való norma szegés, én olvastam egy protokollkönyvben, de ezt nem lehet udvariasan enni, ez egy nagyon szerencsétlen forma. Tehát ha francia krémest eszünk, akkor papírforma szerint norma szegőek vagyunk. Ha viszont mondjuk a piros lámpán megyünk át, feltételezem, hogy többen átmentek már a jelenlevők közül a piros lámpán, akkor tudjuk, hogy egy tiltásról van szó, mégis norma szegőek vagyunk. A pletyka abban segít, hogy emberről emberre kitapogassuk, mi az a norma szegés, ami elfogadott a mi csoportunkban, még akkor is, hogyha a fentről irányított, kanonizált törvények tiltják ezt. Tehát nem lesz semmi bajunk akkor, ha egy picit elengedjük magunkat, mert a saját belső legitimációnk egy sokkal emberi életvitel enged meg a számunkra. Tehát másfelől ez a pletykának az elsődleges funkciója. Segít megismerni a társunkat,
A szervezetet már emlegettem, ott tombolnak igaziból, meg kollégiumokban, laktanyákban, kisvárosok szomszédságában a navigációs plegykák, ami az újonnan érkezettnek elmondja, hogy milyen az a csoport, és segít azt is megismerni, hogy a többiek vajon mit gondolnak rólunk. Természetesen ez nagyon más a nagyvárosokban és a falvakban, a kisvárosokban. Még a kisváros az a lehetőség, ahol mindenki lehet a másiknak az ismerőse. Levezeti az agressziót egyfajta szóbeli agresszióval, ráadásul a bántalmazott személy nincs is jelen, így valahol a bűnbakképzésnek egy speciális szerepe, és semmi baj nem lesz a kapcsolatban akkor, hogyha meghívjuk azt az ismerősünket segíteni, akit esetleg nekünk legutóbb egy közös barátnőnk szapult. A szapulás egyébként eredetileg a ruhakifehérítését jelenti a patakparton. Ebből nem lesz probléma, ezzel csak kieresztettünk egészen pici, apró társas szociális gőzöket, és egyre többet tudunk meg egymástól. Aki fél a pletykától, akinek annak van mit féltenie, azért fél tőle, és általában a hatalom az, aki mindig szabályozni akarta, például Kleisztenész, aki bevezett az osztrakizmusz intézményét az ókori Görögországban, ami azt jelentette, hogy ha úgy ítélték meg, hogy valaki túlságosan befolyásolja a többieket, akkor kiűzték a városból, ami egy nagyon vagány eljárás, de abból látszik, hogy nagyra becsülték az illetőt, hogy a vagyonát nem vették el. Tehát mindez azt mutatja, hogy teljesen tisztában voltak ennek a folyamatnak a jelenségével, ami egyébként kulturálisan is számon tartott. Azt hiszem, hogy rossz gombot nyomtam meg. Például, hogyha előveszünk egy interkulturális tankönyvet, amiben leírják azt, hogy hogyan kell beszélgetni a csehekkel, a szlovákokkal, az irakiakkal vagy a dánokkal, akkor a korrektebb vaskos kézikönyvekben ma már ott van az is, hogy hogyan kell velük pletykálni. Kis színes kedvéért hadd tűzem be ide, amit a magyarokról olvastam, hogy nekünk nagyon meg kell dicsérni a Nobel-díjasainkat és a szürke állományainkat, és akkor majd nagyon fognak bennünket szeretni a magyar üzleti partnereik, ha ezt tesszük. Tehát rólunk ez az utasítás áll az ilyen típusú kézikönyvekben. A Dunbar nem csak az agykéregre irányította rá a figyelmet, hanem a kurkászásra is, amit én nem részleteznék különösebben, tehát nyilván elsősorban egy finom jó érzést okoz a fejmasszázs, a tetvek ellen is nagyon jó volt, egyébként a 14. századig a legkedveltebb szórakozások egyike volt, és ha emlékszünk a népmesére, ahol a királylánynak még a hajába és a bogarak is aranyból voltak, akkor tudjuk, hogy ez egyáltalán nem volt annyira normaszegű dolog tetvesnek lenni, mint mondjuk manapság. Egyfajta szociális kurkászás a pletyka, hiszen nem tudom az összes csoporttársamat egy több ezeres közösségben biztosítani arról, hogy nem fogom őket bántani. A nyelv és a pletyka segítségével tehettem meg ezt. Oscar Wilde mondja azt, hogy annál, ha pletykálnak rólunk, egyetlen rosszabb dolog van, ha nem pletykálnak rólunk. És ebben mélységesen igaza van. Elgondolkodható az egyébként, hogy a legtöbb gondolkodó és művész Heideggertől Csoránon át Ady Endrén keresztül Szalmán Rushdie nagyra becsüli a pletykát, és meglehetősen sekélyes, unalmas és prűd társadalomkutatók azok, akik megpróbálják negatívan minősíteni. De hát, mint mondtam, ez napjainkban már egyre nehezebb. Ráadásul, amikor a networking az egy iparággá is változott, tehát számos cég ezt a funkciót tölti be, átalakult tehát ez is egy olyan új folyamattá, amiből alkalmazásokat lehet nyerni. Mi megpróbáltuk egy közgazdász kollégámmal, megkérdeztük az embereket egy jó hír és egy rossz hír kapcsán, illetve egy pozitív és egy negatív cselekedet kapcsán, a terjedést próbáltuk megmérni, és a mérés eredményeképpen, amit egyébként az IVI-ben is folytattunk, tehát egy digitális közegben is, és a valós életben is zajlott a kérdezések, azt az eredményt kaptuk, hogy úgy a jó hírt, mint a rossz hírt, az ember a szomszédjának, az öccsének, az osztálytársának, vagy a kedvesének elmondja,
a szomszéd gyöngycsének, az osztályfőnöke szomszédjának, tehát a második lépésben már kevésbé, de hogy a harmadik lépésben álló emberrel mi van, az végképp nem érdekes a számunkra. Azt a horizontot, ami nekem érdekes, három lépés távolságban húzhatjuk meg, ezt őrzi szépen a magyar nyelv is, hogy három lépés távolságra lenni valakitől, ami három lépés távolságig terjed, az a pletyka, és ami azután jön, az pedig a hír, illetve én inkább szenzációt mondanék, mert az semmiképpen nem minősíthető pletykának, hogy mondjuk a szomszédom kollégájának, a fodrászának az öccse megbukott az érettségén. Tehát ez egyszerűen nem érdekes. Ha viszont nyert a lottón, az már érdekes valamilyen szempontból. Megpróbáljuk izzítani a szálakat. Tehát minél több lépésre van tőlünk ez az illető, annál nagyobb szenzációról kell, hogy szó legyen, amely az első adásban hallhattunk erről az evolúciós tapasztalatszerzésről, ami a negatív élményekhez kapcsolódik, pontosan azért fontos számunkra, mert ezekből a hihetetlen negatív szenzációból tudunk igazán tanulni, és felsóhajtunk, hogy szerencsére velünk ilyesmi nem történhet meg. Ez is egy jó pletyka típus, ahogy mik vannak, a kvázi evidencia pletykák, na de ilyet nem csinál az ember, gondoljuk magunkban, ez főleg generációk között fordul elő, és nagyon meglepő a mai magatartás változásokkal, illetve az új családi minták alakulásával kapcsolatban figyelni azt, hogy mi az, amit még megszóltak 10 éve, és mára már teljesen elfogadott magyarul, már egy kicsit intenzívebb szerepe van a normaszegés követésének a pletykának, mert ez az igen sok tagból álló társadalom sokkal gyorsabban alakítja át a saját normáit, mint ahogy ezt annak idején kiprédikálták, vagy kidobolták a falu szélen. Mondok egy közvetlen példát, egy konkrét példát, ami egyébként a kedvencem. Mi magyarok nagyon szeretünk panaszkodni, ez egy köztudott tény, a mi szociális kódunk az a panaszkultúra, ebben nem akarnék most mélyebben belemenni. Egy kollégám, aki a tagokat kutatja, arra az eredményre jutott, hogy a 20 évesektől lefelé egyre inkább tabu lesz a rossz kedv. Tehát már kevésbé illik elrontanunk társaink napját azzal, ha nekem kiszakították a nejlonkeres nyálmat a megfon a lábamra lépve. Ami egy teljesen normális dolog volt, nem tudom, hogy a hallgatóság körében ez mennyire élmény, ezelőtt 20 évvel, hogyha volt egy rossz élményem, akkor ezt lehetőleg terjesztem minél több emberre, lehetőleg másoknak is minél rosszabb legyen. Érdekes módon ez a fiatalabb generációknál kezd visszaszorulni, ezt is abszolút a normaszegésnek vehetjük. Ezek azok az evolúciós folyamatok tehát, amiről érdemes beszélni, és hadd idézzem megint Jézust, akit egyébként Fabinyi Tamás idéz, őt pedig Csernay Péter idézi a blogjában, és hát az idézetek láncolatának is lehet egy nagyon érdekes kutatást szentelni. Szóval az idézet úgy szól, hogy amit fülbesúgva mondanak, sötét szobában azt a háztetőkről hirdetik majd. És ez azért szép, és társadalmi kutatási szempontból egy nagyon pontos idézet, mert nincs megmondva, hogy mikor robban valami, mikor fog elterjedni valami, a Moncsicsi, a Szándokán, a Gangnam Style, én nem tudom micsoda, amit hívhatunk mémnek, nevezhetjük hírnek, divatnak. Ez ugyanolyan szélsebességgel működött, mint hogy ezt példákkal próbáltam illusztrálni, évszázadokkal ezelőtt is, az évezredekkel kapcsolatban nem lennék ilyen bátor, mert ott azért az infrastruktúra még jelentősen befolyásolta ezeket a gondolatokat. A lényeg az, hogy most a hálózattudat miatt, ami egyébként nem új dolog, a Guangxi, ami biztos nem értek jól, ez egy több ezer éves kínai sajátosság volt, a kínaiak megmutatták maguknak a saját hálózatukat, kitették a fontos emberek, a családtagok, az előjárók képeit a falra, vizualizálták a hálózatot, ami kicsit olyan, amikor ilyen pippangokat, meg csillagszórókat varázsolunk elő a Web2-es oldalakról magunknak, vagy amikor a hálózatkutatás ábrázolja ezt. Tehát ez egy nem új dolog, csak akkoriban az adatokhoz csak jelenléttel lehetett hozzáférni. Soha nem volt olyan, mint ma, hogy az adatok milliárdjához zseniális szoftverekkel hozzá lehet férni, ráadásul közben az egyének milliárdjai készségesen mondja magáról az újabb adatokat, mert tudja, hogyha egy picit rákattint a rendszerre,
akkor cserébe a rendszer is felfed magáról valamit. Hát ez az a lépés az evolúciónak, hogyha valamit megmutatunk magunkról, az nagyon megéri, mert arról az egészről fogunk többet megtudni, amelynek a részének tudhatjuk magunkat, és ez az a funkció, ami igaziból változatlan a pletyka kialakulása óta, és mind a mai napig fennáll, hiszen kis közösségek mind a mai napig léteznek. Hívhatjuk sakszakörnek, vagy hívhatjuk alvégnek, ezek ma rendkívüli módon különböznek, de alapvető emberi igényünk van a kapcsolataink kialakítására, fenntartására és tárolására, ápolására, enélkül nem tudnánk emberek maradni, és ennek ma már bizonyítottan az egyik leghatékonyabb és az egyik legfontosabb eszköze a pletyka. Nem jósolnék zárásképpen, hogy hova vezet majd a Wikileaks létrejötte és használata, mert olyan sokan vagyunk, akik ezt csináljuk, hogy ezt igaziból nem is lehet megjósolni. Szerintem érdemes optimistának lenni, mert egy ilyen nagy mennyiségben, akár csak a Wikipedia esetében kiegyenlítődhetnek azok a torzulások, amire sokkal kevesebb esély van, hogyha egy top-down szócsövön egyetlen formában, adott formában és kijelentő módban hallgatjuk meg. Tehát a változatosság és a diverzitás, ami az élet alapfeltétele, az is a pletykával szoros összefüggésben álló dolog, és nekem meggyőződésem, hogy ahogy finomodnak az eszközök, és ahogy növekszik ezeknek az önszerveződő információknak, a közösségi adatoknak a száma, még sokkal-sokkal többet, teljesen mindegy, hogy pozitív, negatív, semleges vagy ambivalens, de érdekes dolgot fogunk megtudni a pletykáról. Köszönöm szépen a figyelmet!